A magyar kormány május 4-től lépcsőzetesen szigorított feltételek mellett engedélyezte a szakrendelések újraindulását. Az azóta eltelt időszakban a szakorvosok és ápolók mellett az adminisztrátorok munkája is felértékelődött, hiszen a rendeléseket kizárólag telefonos előjegyzést követően lehet igénybe venni. Mivel a nyíregyházi Józsa András kórház telefonvonalai hetek óta szinte folyamatosan leterheltek, az intézmény már dolgozik egy digitális felület létrehozásán, amely felgyorsíthatja a betegek bejelentkezését. További változás, hogy az elmúlt hetekben már azok a műtétek is elvégezhetőek, amelyeket korábban a fertőzés veszély miatt el kellett halasztaniuk a kórházaknak. Korlátozottan csak sürgős életet veszélyeztető műtéteket tudtunk végezni. Most már szerencsére kezd visszaállni a műtétes tevékenység is a normál kerékvágásba, tehát tervezetten, előjegyzett módon olyan betegeket is meg tudunk operálni, műtétre elő tudunk jegyezni, akiknek a beavatkozást halasztani kellett a járványhelyzetben. Most már biztonsággal a kórház műtőiben és a fekvőbeteg osztályain elhelyezve ezeket a betegeket el tudjuk végezni az ilyen műtéteket is. Június elejétől a népegészségügyi szűrővizsgálatok is újra kezdődtek, azonban a szakrendelésekhez hasonlóan a járványhelyzet előtti időpontfoglalások már nincsenek érvényben, így ezekhez is új egyeztetésre van szükség. Szondi Zita hangsúlyozta, az elmúlt két hónap során számos kihívással kellett szembenéznie az egészségügynek, azonban a szükséghelyzet új munkamódszereket is igényelt, amelyeket a jövőben is érdemes alkalmazni. Ilyenek például az úgynevezett telemediciális ellátások, melyek során nem szükséges az orvos és a beteg találkozása. Tulajdonképpen telefonon keresztül a beteg kikérdezésével, az állapotának a felmérésével, vagy akár egy bőrgyógyászati esetben egy fotó küldésével a kollégáim, az orvosok diagnózist is fel tudnak állítani, és terápiás javaslatot adnak, e-receptet írnak, amihez nem kell a beteg megjelenése. Ez a recept elérhető ugye a felhőben, az EST-ben, és a gyógyszertárban a beteg azonosítását követően kiváltható. Én azt gondolom, hogy ezek az ellátási formák teljesen új szemléletet igényelnek, ezek most berobbantak az egészségügyi ellátásba. Az orvosigazgató ezzel kapcsolatban hozzátette, a járványhelyzet felgyorsította az új előjegyzési rendszer kiépítését. Ez a folyamat a jövőben remélhetőleg azt eredményezi, hogy a betegek várakozási ideje lecsökken, a váróban nem lesznek egy időben több tucatnyian, ez pedig mind a fertőzés veszély mérséklése, mind pedig az átláthatóság miatt fontos tényező lehet.